Köszöntöm Önöket, ez a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális magazin műsora. Március 25-e péntek van, Irén és Íris napja. Nézzük, mi lesz a mai műsorunkban. Az idei és a 2023-as esztendőt Petőfi emlékévé nyilvánította az országgyűlés, a költőóriás tiszteletére pedig Petőfi klubok alakulnak országszerte. A klubok tevékenységéről, valamint az emlékév programjairól beszélgetünk hamarosan. Sóstóhegyen tavaszi zsibongó és ökovásár várja a családokat szombaton, ahol helyi termelőkkel, alkotókkal is találkozhatnak a látogatók. A közelmúltban Magyarország érdemes művészek kitüntetést vett át Pregicer Fruzsina, a Móri Zsigmond Színház az Jászai Díjas színművésze, nála járt stábunk. Kerékpáros útvonalakat is kínálunk Szabolcs-Szatmár-Bereg szebbnél szebb tájaira, és gyönyörű műemlékekhez juthatunk el két keréken. A Nyíregyházi Állatparkban pedig mindig van látnivaló, most az állatkert legifjabb lakóit mutatjuk be önöknek, kezdünk már is. A következő másfél évben összesen 200 Petőfi klub alakul hazánkban és a határainkon túl. A hálózat kialakítását a Nemzeti Művelődési Intézet számos kulturális intézménnyel karöltve indítja útjára. Tiszavasváriban már megnyitott, hamarosan pedig Nyíregyházán is megkezdi működését a klub. Vendégem Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igazgatója, és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki most történészként is jelen van. Jó estét, szervusztok! Jó estét, kívánok, szervusz! Hát talán azt gondolom, hogy Petőfi Sándor az a költőnk, akit nem kell senkinek bemutatni, illetve újra tanulni, hiszen ha mondhatom, akkor szinte sejtszinten ott vannak a versek, szinte minden magyar ember gondolataiban, illetve a kis kulturális kincseinkben, amiket elraktározunk, de hát 200. évfordulóját ünnepeljük hamarosan a megszületésének, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagyszerű kezdeményezés. Edina, itt, ahogy a felkonferálásban el is hangzott, ugye a megyében három településen, tehát Gávavencselő, Nyíregyháza és Tiszavasvári. Miért éppen erre a három településre esett a választás? Ugye a Nemzeti Művelődési Intézet, tehát ebbe a programba, mint kultúrstratégiai intézmény kapcsolódott be, és végül is mi a program koordinációját végezzük ennek a programnak. Ugye számos más, ahogy el is hangzott korábban, tehát a Dériné program, a Nemzeti Filmintézet és egyéb műsorszolgáltató partnerekkel együtt. A települések azok, hogy estek a választások, tehát nem, ki szeretném hangsúlyozni, hogy itt ugye nem az volt a fő célunk, hogy Petőfi Sándor életéhez köthető települések kerüljenek a Petőfi Klub program bevonásába, hanem ezt ugye a program lebonyolítói résztvevői, ezeket kutatás előzte meg, tehát akár Nemzeti Művelődési Intézetnek is volt olyan kutatási programja, ahol konkrétan, tehát minden megyében kutattuk, mi is itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Petőfi Sándor hoz köthető, akár az életéhez köthető dolgokat, és ezeket összesítve, tehát kerültek a települések kiválasztása, tehát nem az alapján, hogy az élete hova köthető, mely településekhez, hiszen tudjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy ugye köthető a Tisza című versét, vagy a falu végén kurta kocsma, ugye Matolcson írta állítólag, de ezek a települések az alapján kerültek kiválasztásra, hogy hol vannak olyan közösségek, ahol ez a program sikeresen meg tud valósulni. És így került a három település, ahogy hallottuk, Tiszavasvári, Gávavencselő és egy Nyíregyháza. Hát ez pedig az a három település, amely egyéni országgyűlési képviselői területen található. Tehát most ezt így hozta a szerencse és a jóisten, de komolyra fordítva a szót, azért tartom nagyon fontosnak a Petőfi emlékévet, és egy kicsit furcsa is lehet, hogy 2022 és 23, hogy egy emlékév és két évre nyúlik át, mert ugye tudjuk, hogy Petőfi 1823. január 1-én született, és a parlament
2020-ban úgy döntött, hogy ez egy hosszabb, két éves rendezvénysorozat lesz, de nem csak rendezvénysorozat, egy hálózatot szeretnének kiépíteni. Ugye itt 200 Petőfi klubról beszélünk, az idén 100 és jövőre 100, és nem csak a mai Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében, ami azt jelenti, hogy Erdélyből is például Székelyudvarhely, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Gyimesfelsőlok és sok települést sorolhatnék, vagy Zenta, vagy más települések is, tehát Délvidék, Felvidék, Erdély, több úgymond határon túli terület is benne van. Azt és gondolom, bocsáss meg, talán felemelő lehet politikusként egyébként olyan kulturális dolgokban dönteni, amiben valóban egységesen gondolkodik minden magyar. Így van, és nekem számomra nagy öröm volt az, hogy mielőtt ugye a parlamentbe általános vitára kerül egy törvényjavaslat, vagy akár egy emlékév is, a kulturális bizottság, a szakbizottságok megtárgyalják, és ez a kulturális bizottság volt, magam a kulturális bizottság tagja vagyok, és jó volt látni azt az egységet, hogy politikai párthovatartozás nélkül döntöttünk arról, hogy igen, erre szükség van, a forrást megjelöltük, a Nemzeti Művelődési Intézet a koordinátora, ennek vannak együttműködő partnerek, és tulajdonképpen a költő óriást akarjuk idézőjelben, nem is kell neki, hogy népszerűsíteni, hanem még inkább az emberek gondolkodásába elhelyezni, de a korral együtt, tehát a reformkorral együtt, azzal, hogy a magyar nyelv megjelent, azzal, hogy a nemzeti kulturális intézmények akkor kezdtek megalakulni, vagy akkor bontogatták a szárnyaikat, azzal, hogy a reformkorban megfogalmazódtak olyan társadalmi, gazdasági változások, amelyek már hatással voltak a reformkoriakra, és hát Petőfi persze a márciusi ifjakhoz tartozik, tehát korban is, hiszen ő 1823-ban született, míg a reformkoriakról, akár Kossuthról, vagy akár Széchenyiről beszélünk, ők kicsit korábban születtek, 20-25 évvel korábban születtek, de az tény, hogy a reformkori változásokat, azokat majd 1848. március 15-én maguk a márciusi ifjak, a lánglelkű hazafiak, köztük Petőfi és a itt született Vasváriban, Tiszabűdön született Vasvári Pál vitték tovább, Jókaival, Bujovszkival és a többi Pilvax körbelivel. Hogyan lehet a reformkor szellemisége mondjuk a mai élő embereknek inspiráció vagy motiváció, akár kulturális, akár a mindennapok szintjén? Mi az az üzenet, amit mi mondjuk tovább tudunk az életünkben éltetni? Hát szerintem a hazaszeretet az egyik, hiszen Petőfi költeményében is ott van, hogy milyen csodálatos az Alföld, milyen csodálatos ugye a tájjellegű versei, ott vannak a szerelmes versei, a szabadságról írott versei, a hazáról írott versei, a személyes életéről írott versei, hogy egy gondolat bánt engemet, hogy mi lesz velem, ez én sorsom, de valahol ez összeköthető a nemzet sorsával. Mert hogyha röviden akarok erre a kérdésre válaszolni, akkor a nemzet, a modern polgári nemzet, az a reformkorban, illetve az 1848-49-es forradalmi szabadságharc idején született meg Magyarországon. Ekkor született meg a nyelv, az a csodálatos magyar nyelv, amit mi is beszélünk, kicsit másképp, mint a reformkorban, hiszen 200 év eltelt azóta, de ekkor született meg a szülőföldérzése, a nemzeti identitástudat, hogy kötődünk, mi magyarok, magyarok vagyunk, magyar nyelven beszélünk, kötődünk a szülőföldünkhöz, kötődünk az országunkhoz, és tulajdonképpen, ha én jól értelmezem, amit a Nemzeti Művelődési Intézet visz, ezt akarják, ezt az érzést akarják visszaadni, hogy a helyi kulturális élet pesdüljön föl, az identitástudat erősödjön meg, tegyünk a közösségerősítő rendezvények legyenek, de hát ez már az Edina asztala. Így van, köszönjük szépen. Hát tulajdonképpen a népek nagy olvasztó tengelyébe így talán nem olvadunk bele, hanem megmarad a magyarság. Viszont az a fajta kulturális arzenál, amit szerintem a Petőfi klubok jelentenek, azért az túlmutat az irodalmon, ugye? Most a közeljövőben például itt Nyíregyházen éppen egy könnyű zenei rendezvényt ajánlunk. Mi mindenre számíthatnak azok, akik majd csatlakoznak a különböző programokhoz? Nagyon sok féle. Én is, ha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt kérdezem, hogy mi az, ami falakat dönthet le és összefűzi az embereket, a közösségeket, mégpedig a saját
semmi más, mint a saját gyökerekből táplálkozó kultúránk. Én ezt gondolom is, itt van a kulcs szó, hogy ugye ezzel mi közösségeket is építünk. Ezért a programok, és hát nyilván generációkat is, generáció közötti különbségeket is csökkenteni tudjuk, hiszen a programjaink között számos program szerepel, tehát van filmvetítés, ahogy mondtuk, könnyűzenei koncertek, irodalmi klubok, felolvasó este, tehát számos olyan program, amiben akár idősek, fiatalok megtalálhatják az ő érdeklődési körüket, ugye nyilván ezáltal, ahogy hallottuk, ugye tovább fejlesztetik ugye irodalmi, művészettörténeti tudásukat, de nyilván ők ezzel a programmal egy közösség is fognak szerveződni, hiszen ők össze fognak heti szinten járni, és igen, változatos programok, pont ezért lettek így kialakítva, hogy minden korosztály megtalálja az ő érdeklődési körét, és ezért nagyon széles a skála. Egy internetes oldalt ajánlunk szerintem a nézőknek, mert sajnos elfogyott az időnk, illetve a legközelebbi nyíregyházi esemény. Igen, a legközelebbi nyíregyházi esemény az holnap szombaton lesz, 19 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Akkor lesz az ünnepélyes Petőfi Klub nyitó ünnepsége is egyúttal, és az Anna and the Barbies koncertje lesz ingyenesen. Látható, hallható, úgyhogy mindenkit sok szeretettel válunk, hiszen ez tényleg, tehát ez egy könnyű zenei koncert, ez most egy nagyon vidám, és így a pandémiás időszakot követően szerintem mindenkinek egy kis feltöltődés lesz, és igen, a www.petőfi.hu honlapon mindenki napra készen nyomon követheti azt, nem csak a mi megyénkben, hanem az ország többi pontján is, hogy milyen programok várhatóak, és hogy melyek látogathatóak. Hát igen, azért itt 200 Magyarország és külhoni helyszín van, úgyhogy tényleg érdemes gorcső alá venni a programokat, és napra készen esetleg részt venni az eseményeken. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Több vándorkiállítás szervezésében vesz részt a Terrorháza Múzeum. Az Együtt Szabadon Magyar Cigányhősök című kiállítást Nyíregyházán is bemutatták, a 30 éve Szabadon című tárlat pedig Újfehértón várja az érdeklődőket. Világhírű és szűkebb pátriájukban ismert példaképek, fotói, életrajzai láthatók és olvashatók ezeken a tablókon. Az Együtt Szabadon Magyar Cigányhősök című vándorkiállítást Nyíregyházán is megrendezték. Az utazó tárlat egyik társszervezője a Terrorháza Múzeum. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgató asszony szavaival, illetve való Zoltán református püspök úr is kitért már erre, hogy az elmúlt 3 évtizedben, bár szabadok vagyunk, de rengeteg adósságunk van a hőseink felé, akik tetteikkel, cselekedeteikkel és akár életükkel is megküzdöttek a szabadságért, illetve egyáltalán az embereknek az életét is szebbé tették. És a Terrorháza Múzeum nagyjából egy 10 évvel ezelőtt tűzte zászlajára azt, hogy a cigány hősök előtt is emléket állítson, főként azért, mert évszázadok óta osztozunk a közös sorson, akár jó, akár rossz időszakokon együtt mentünk át, együtt vészeltük át, és arányaiban is a cigányságnak hatalmas része volt, aki kivette a részét ebből a harcból. És akkor itt nem kifejezetten csak művészekre kell gondolni, zenészekre, hanem pedagógusokra, vagy mindazokra, akik a hétköznapokat élhetőbbé és szebbé tudták tenni. Van nyíregyházi érdekeltségű személy is, hiszen Dandós Gyula 1956-ban a forradalmi diáktanácsnak volt az elnöke Nyíregyházán, és ő aztán hát úgymond bértanú halált halt, mert 1957-ben a határnál lőtték le tiltott határátlépés miatt. Dandós Gyula 19 évet élt, és mégis az 56-os szerepel, illetve szerepvállalása miatt hősként tekinthetünk az ő példájára. A kiállítás sajnos március 24-én látható még Nyíregyházán, viszont mivel utazókiállításról van szó, azért szombattól Miskolcon lesz majd ugyanennek az utazókiállításnak a megnyitója. A 30 éve Szabadon című tablókiállítást is a Terrorháza Múzeum állította össze. A 30 éve Szabadon emlékévre lett meghirdetve az eredeti verziójának a plakátkiállításnak 2018
júniusában Nagy Imre és Márti társainak az új temetése apropóján nyitottuk meg, és azt terveztük, hogy majd szépen az ország különböző pontjaiba is el fogjuk tudni vinni. Sajnos a pandémia ebbe is közbeszólt, mint sok más dologba, de idén újra kezdtük ezt a 30 éve szabadon utazó kiállítást, ami 13 tablón keresztül mutatja be a legsötétebb kommunista időszaktól kezdve az 1989-es, a csodák éve időszakáig, tehát a rendszerváltoztatásig zajló folyamatokat. Ez főként azt igyekszik bemutatni, hogy 1989-ben, 90-ben mi változott meg, hogy lettek szabadok az emberek. Ugye a kommunista időszakból kiemeli az egyházüldözést, a magántulajdonnak az elvételét, a szabad utazásnak a tilalmát, az, hogy valakit a származás vagy a felmenői alapján megbélyegeztek és nem volt lehetőség a továbbtanulásra, illetve hát igyekszik ezeken a plakátokon keresztül bemutatni mindolyan szörnyűséget, ami a kommunizmusban ugye az emberek szabadságához való jogát megfosztotta. Az utazótárlatnak március 30-áig Újfehértó ad otthont. Tavaszi zsibongó és ökovásár lesz Sóstóhegyen szombaton. Vendégem dr. Hudákné Fábián Nóra, a Sóstóhegyi Közművelődési Szintér vezetője, és Rosznyák László, Szabó Lőrinc Ökoiskola fejlesztését támogató egyesülete elnöke. Jó estét kívánok! Nagyon sok minden történik most Sóstóhegyen. Úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik eddig is oda jártak, azoknak mindenképpen a szíve csücske az iskola, és most már, ha jól tudom, akkor valóban 8-ba ott rendezik majd a ballagást is, hiszen most már felső tagozat is van. Nagy öröm ez, ugye, az intézmény számára? Igen, mindenképpen. Nagyon örülünk neki. Igazi összefogás volt az intézmény részéről, a városlakók részéről, ez a szülők részéről, hogy ez sikerült elérni, és ez tényleg azt mondom, hogy komoly eredmény, ami a jövőre nézve is biztató, és hogy komoly lehetőségei vannak Sóstóhegynek, az intézménynek, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó. Hát Sóstó, illetve Sóstóhegy a város egyik tüdeje, és ugye gyakorlatilag a büszkesége, ha az ember kikapcsolódásra gondol, meg természetre, akkor ugye Sóstóra gondol. Tehát valahol lehet, hogy ez is kötelezte az iskolát arra, hogy ökoiskola legyen, illetve hogy fontos legyen a környezetvédelem, illetve az erre való tudatos nevelés? Igen, hát az adottságai nagyon jók. Tehát egy hihetetlen jó adottsággal rendelkező környék, egy hihetetlen jó adottsággal rendelkező iskola, és hát ezt úgy gondoltuk, hogy ezeket a lehetőséget ki is kell használni. Azt gondolom, hogy ez nem mindennapi, hogy ennyi szép zöld környezet, egy ilyen tágas terek várják a gyerekeket, úgyhogy ez fontos, hogy ezt meg is tudjuk élni, hétköznapokban is, és a gyerekeket is ilyen irányba neveljük, ilyen irányba próbáljuk oktatni őket, úgyhogy ez nagyon hasznos az jövőben. Én tudom, hogy Nóri, te itt nem csak az iskolában, hanem Sóstóhegyen gyakorlatilag olyan vagy, mint egy kulturális motor, tehát gyerekektől az idősökön keresztül nagyon sok embert ismersz, és szívügyed az, hogy olyan programokat szervezzetek, ami tényleg a lakosság örömére, nem csak a diákok, hanem nyilván a hozzátartozó családok örömére szolgál. Úgyhogy most akkor ajánljuk ezt a holnapi nagy zsibongást. Egyrészt kiket vártok, és milyen lesz ez a rendezvény? Igen, nagyon nagy öröm számunkra, hogy több éves kihagyás után lehetőségünk van nagy rendezvényt tartani, mivel a településnek a központja az iskola, tehát itt nem csak tanulni járnak a gyerekek, hanem a művelődés szempontjából is együtt vagyunk a nyugdíjasokkal, a szülőkkel, lakosokkal. Tehát ez egy olyan bázishely a településnek, ahol nem csak inti rendezvényeket, hanem benti rendezvényeket is tudunk szervezni. De mivel még amikor elkezdtük ennek a rendezvénynek a szervezését, akkor kicsit bizonytalanok voltunk, mert még nem tudtuk, hogy mi lesz márciusban a vírus helyzete való tekintettel, és ezért ezt kintre álmodtuk meg, ezt a tavaszi zsibongó ökovását. Ide több mint 22 helyi kötődésű termelőt várunk, különböző termékekkel, a sajttól a kézműves dolgokig. Tehát ez egy nagyszabású rendezvénynek
indul, és nagyon reméljük, hogy látogatónk is lesz. Maga a színpadon több mint 12 fellépőt várunk, itt többek között a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei, a Talomba Együttes, a Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, a Nyíregyházi Egyetem népzenészei, és természetesen a saját kis tanítványaink, a mazsorettesek, a Szabolcs-Fúvó zenekarra karöltve fogják 10 órakor megnyitni a rendezvényt, és többek között egy nagyon-nagyon új dolog, és erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt igazgató úr álmodta meg, hogy egyszer a színpadon együtt látni a diákokat, a kollégákat, a nyugdíjasokat, citera kísérettel énekelni fognak, tehát egy generációs műsorral is készülünk, de várjuk az óvodásokat a színpadra, lesz zenekuckó, amit Hajdú Ágota fog tartani, és mellette a civilek összefogtak, a Nyitni Kék Alapítvány, az Igrice Egyesület, a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány, a Szabó Lőrinc Ökoiskola támogató egyesület. Itt nem csak kézműves foglalkozásokat fognak tartani, hanem népi játékokat próbálhatnak ki a gyerekek, és természetesen főzéssel is készülünk, mert szeretnénk megvendégelni az ide látogatókat. Igen, mi minden készül majd, nem tudom, Bográcsban, vagy Gulyásányúban, vagy miben? Üstbe. Arra gondoltam, hogy itt a mai műsorban ugye téma volt a Petőfi klubok megalakulása, mert hogy jubileumi év van, és ott az egyik szempont az, hogy a kulturális örökségeknek a megőrzése, illetve a generációk közötti híd kiépítése, hát gyakorlatilag ez a rendezvény azt gondolom, hogy mindezt felöleli. Nóri, elsoroltál itt nagyon sok civil céget, sok embert, tehát ez egy óriási összefogás. Igen. Ez évek óta tart ez a jó kapcsolat? Nagyon büszkék vagyunk a településen működő civilekre, mert amikor egy-egy rendezvényt szervezünk, ezt közösen tesszük. Tehát látja a település összes lakója, a szülők, a nagyszülők, hogy igenis itt van élet. És nagyon büszkék vagyunk a kis intézményünkre, és arra, hogy megkapunk mindenféle támogatást a rendezvényekhez. Gyakorlatilag ugye az iskola úgy működik, mint egy művelődési így ház, van, mondhatjuk ezt. Tehát ebben a térségben fölvállalja ezt a szerepet is. Amikor állatsimogató jött létre az iskolába, akkor szerintem ezt elég sokan olvasták különböző újságokban, itt Nyíregyházán vagy látták, és gondolom, hogy ez is nagyon vonzó a gyerekek számára. Igazgató úr, arról mesélj, hogy ez mennyire, tehát mennyire fogadták el úgymond a gyerekek, illetve mennyire simult bele a mindennapi életbe, és egyáltalán hogy működik ez most a gyakorlatban? Ez egy nagyon merész álom volt, és hogy fantasztikus, hogy összefogással ezt is sikerült egy ilyen 15 milliós beruházással véghez vinni, és azt látjuk, hogy nagyon érdemes volt. És most azon dolgozunk, hogy országosan eddig egyedülállóak vagyunk, azon dolgozunk, hogy több ilyen legyen, azon dolgozunk, hogy példát mutassunk megyénkben, és akár országosan is. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly és előkészítő úttörő munkát végzünk ezen a területen. Az állatoknak a terápiás hatását is vizsgáljuk, erre külön ökomodul dolgozunk ki, szakmai programainkat be fog kerülni, pedagógiai és egyéb szakmai programjainkban mindben igen, ki kell dolgozni, ez egy komoly szervező és fejlesztő munka, tudományos munka is részben, de nagyon jól fogadják a gyerekek, látjuk a pozitív hatásait, érezzük azokat sajnos a gyerekeknek az idegrendszere a mai világban úgy látjuk, hogy sokszor terhelt és nehéz feszültséggel teli hétköznapokat élnek meg. Hát és ahogy ebben a felnőttek is, és a családok is, és hogy ez egy komoly jó lehetőség arra, hogy ezeket most egy extra módon le tudják vezetni, meg tudják élni a hétköznapokat, az állatok mindig nyugalmat és békét árasztanak nekik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba vettünk,
haladunk tovább, mert még születtek már kicsikék esetleg? Valami igen, kis állatkölykök? Most már van 22 nyuszink, aha, ami már simogatható, aztán vannak kiskecskéink, amik most már szépen meg is nőttek, most két kis barikánk van, azok is már szépen növögetnek, úgyhogy de hát gyerekek gyűjtik a tojást, úgyhogy fejik a kecskét, ha kell, úgyhogy nagyon örömmel, úgyhogy mindent megtanulnak a házi állatokról, és azt gondoljuk, hogy ez egy fenntartható életmód szempontjából is rendkívül hasznos, hogy ezeket megismerik. Így van, és hogy kell, hogy legyen B-tervünk, mert hogy pont ma reggel hallgattam, az agrárminiszter nyilatkozta, hogy amiről eddig azt gondoltuk, hogy végtelen kincsünk van a Földön, hát nagyon sok szempontból ugye látszik, hogy bizony ezek a források kiapadhatnak, tehát meg kell tanulnunk megbecsülni azt, amink van, illetve gyarapítani is. Úgyhogy azt kívánom, hogy a 22-ből legyen még több nyuszi, és hogy holnap ne csak a környékbeliek menjenek, hanem esetleg azok a szülők, akik mondjuk később pont egy ilyen ökoiskolába szeretnék a gyereküket beiratni, hiszen ugye erre is van lehetőség, igen, hogy a város másik részéről valaki éppen az iskolát magáért a pedagógiai programért válassza. Na hát holnap meg a finom ízekért, a nagyon kellemes társaságért és a kulturális programért is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Lesz egy rajzpályázatnak és a díjátadója, és azt követően pedig a Szabolcs Néptánc Együttes táncházzal fogja zárni ezt a nagy szabású rendezvényt. Hát egy ilyen igazi kis minimajális, ha lehet, igen, ezt mondani, igen, ebbe, ez jó, ebbe az új tavaszban. Köszönjük szépen még egyszer. Mi is köszönjük a lehetőséget. Kedves nézők, rövid időre elköszönök, a híradó után Pregicer Fruzsina Jászai Díjas színművésszel láthatnak beszélgetést. Könyvbemutatón jártunk Vásárosnaményban, előre az Úz völgyében címmel jelent meg történelmi kiadvány, végül, de nem utolsó sorban a Nyíregyházi Állatpark egyik különleges lakóját is bemutatjuk önöknek, várjuk vissza önöket. Ahogy megérkeztek Csíkszentmártonba, Csíkszentmárton az Úz völgyének a bejárata egyébként. A következő felirat fogadta őket a helyi kocsma ajtaján. Magyar katonák a pincében, van ser, a négy malacot elhajthatják. Egyetek, igyatok. Egyébként tudjuk a könyvből azt is, hogy a négy malacot nem bántották, a sert viszont megitták, hiszen ezek ideáló bakák voltak. Az 1916. októberében történt eseményekről beszélt Nagy Zoltán történész Vásárosnaményban. Az első világháború egyik legfontosabb, győztes ütközetét a miskolci 10-es gyaloghadosztály vívta, ahol borsodiak, zempléniek és hevesiek harcoltak. Erről a sikertörténetről szól az Előre az Úz völgyében című könyv. A könyv tulajdonképpen egy sikertörténetről szól, ez pedig az első világháborúban 1916 ősze és 1917 tavasza közötti csatákról szól. 105 évvel ezelőtt, 1917. március 8-án volt a legsikeresebb térfoglalása, csatája az osztrák-magyar haderőnek, sőt egészen pontosan a miskolci 10-es gyalog hadosztály vitte a csatát, és visszaszerezték az oroszoktól a magyarósi tetőt. Na most ebben a miskolci 10-es hadosztályban borsodiak, zempléniek, miskolciak és hevesiek harcoltak, úgyhogy a mai találkozónknak éppen az adott aktualitást, hogy napra pontosan 105 évvel ezelőtti eseményre emlékeztünk meg. Na most ennek kapcsán szerkesztettünk egy kötetet, Kocsis Károly újságíró, a Székely Hírmondó főszerkesztője, a szerkesztője ennek a kötetnek. Rengeteg anyagot és szakmai segítséget kaptunk a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól. Ezzel az alkalommal is meg szeretném köszönni az ezredes úrnak, hogy ezeket az adatokat és főleg illusztrációkat rendelkezésre bocsájtotta, hiszen a könyvben 150 illusztráció kap helyet. Ez egy 380 oldalas dokumentumgyűjtemény, 150 illusztrációval, amelyből 120 még idáig soha nem látott napvilágot. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan kötetet hoztunk létre, amely hiánypótló a maga nevében az úzvölgyi első világháborús történetről. Az első világháborúban ott elesett hősöknek van egy temető, az úzvölgyi temető, amely elhíresült
az utóbbi időben, és gondolom, hogy a Kárpát-medence minden magyarul érző ember ismeretet szerzett erről a temetőről, hiszen 2019 év elején a moldvaiak, mint ahogy tették egyébként az elmúlt 100, 200, 300, 400 és akárhány száz évben, mind bennebb és bennebb jöttek Erdélybe. Na most 2019-ben pedig egy erdélyi települést, az Úzvölgyét elfoglalták, hozták fennebb, hozták a moldvai Báku megyei megyetáblát, és elfoglalták a temetőt, beköltöztek oda. Ettől lett egy óriási nagyvilágra szóló botrány is, amelyet nyilván jogi úton Hargita megye tanácsa, Mikó Imre jogvédőszolgálat és más ügyvédek visznek, és jogi úton, hát lassan, de egészen biztosan helyre fog igazodni az igazság. Úgyhogy Tamás Járon egy alkalommal mondotta, az igazságot is meg lehet egyszer szokni. Most a legutóbbi alapfokú bírósági döntés azt mondja, hogy azokat a bizonyos betonkereszteket az ortodoxok azok törvénytelenül állították oda fel, tehát el kell onnan távolítani. Természetesen van itt még fellebbezési lehetőségük a nacionalistáknak, a román nacionalistáknak, amit megígértek, hogy meg is fognak tenni. Romániában egy kicsit mások azért a viszonyok, másképpen mérik az igazságot, főleg, hogyha az ember kisebbségi sorsban van. Na de hát a kötet tulajdonképpen az nem egy történészek által megírt tanulmányok gyűjteménye, hanem élő történelem olyan szempontból, hogy akik ott harcoltak, azoknak a napi feljegyzései, harci naplók, egyéb naplójegyzetek, rajzok, grafikák, karikatúrák találhatók meg, és korabeli újság híradások gyűjteménye egy helyre, egy irányba összeszedve. Két fontos szerző alapján, az egyik Sasi Csaba, aki egyébként miskolci születési újságíró volt, és önkéntesként dolgozott ott persze, hanem önként jelentkezett a frontra, és az ő naplójegyzetei, másrészt pedig Kövér Gyula képzőművész rajzai, grafikái, sőt karikaturái kapnak helyet ebben a kötetben. Ilyen szempontból csak ajánlani tudom mindazoknak, akiknek fontos a magyar történelem, akiknek fontos a magyar haza határa és a határmenti régiók ismerete. Egy nagyon komoly és nagyon összeszedett könyvnek tűnik így elmondás alapján is, illetve hát ugye az is elhangzott, hogy több olyan illusztráció van benne, amelyet eddig sehol nem lehetett látni. Milyen munkafolyamat előzte meg ennek a könyvnek a megjelenését? Honnan lehetett ezeket a különleges illusztrációkat összegyűjteni? Hát egyrészt, mint ahogy említettem, a Hadtörténeti Intézetből, másrészt pedig 2019-ben, tehát a temető foglalás után Jeszenszky Géza, Magyarország egykori külügyminisztere keresett meg, akivel jó barátságot ápolok, és ő felajánlott 24 olyan illusztrációt, tulajdonképpen Kövér Gyula képzőművésznek a munkáit, aki ott harcolt, és az ottani eseményeket örökítette meg, amelyek nem voltak még nyomtatásra megjelenve, hiszen az ő családjához tartozó hagyatékban vannak ezek az illusztrációk. Ez adta tulajdonképpen az első lökést, motorja volt a kötet összeszerkesztésének. Amellett pedig én készítettem a kötetbe egy átfogó tanulmányt a térség térkép történetéről és település történetéről 1914-ig, tehát a kezdetektől 14-ig, és akkor ennek kapcsán nyilván egy több mint egy éves munka előzte meg részemről is ennek a tanulmánynak az összeállítását, hiszen forrásanyagot, korabeli térképeket és 19.-20. század elejé forrásanyagokat dolgoztam fel, és ezeket is beszerkesztettük a kötetbe. Magyarország érdemes művésze kitüntetést vett át a közelmúltban Pregicás Fruzsina, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházi Jászai Díjas színművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A vele készült beszélgetést láthatják a következő percekben. Pregicel Fruzsina színművészi pályáját a Nemzeti Színházban kezdi, majd 1990-ben a Móricz Zsigmond Színházhoz szerződik Nyíregyházára, ahol jelenleg is a társulat meghatározó, karizmatikus művésze. Színészi pályája során számos szakmai elismerésben részesült.
1986-ban és 87-ben ő kapta a Rajz János díjat, 87-ben neki ítélték a Gyermekszínházi Fesztivál legjobb női epizód alakítását, 1987-ben elnyeri a Farkas Ratkó gyűrűt, 93-ban a Domján Edit díjat, 94-ben pedig a Jászai Mari díjat. 2001-ben külön díjjal tér haza a Magyar Stúdió Színházi Fesztiválról, 2012-ben övé lesz a Móricz gyűrű, 2015-ben megyei Prima díjas, 2021-ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választják. 2022-ben értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország érdemes művésze díjban részesül. Pregicer Fruzsina számára a művészet és a hivatástudat nem állt meg a kőszínház falainál. Tájelőadások százait vitte és viszi a mai napig töretlenül határon innen és túlra, legyen az önálló est, vagy épp zenés vers színház. Én úgy szoktam értelmezni magamnak a kitüntetéseket, hogy egy állomáskő, amely még nagyobb felelősséggel tölt el, hogy még kevésbé lazíthatok, vagy még jobban kell odafigyelnem a részletekre is. Én úgy gondolom, hogy ezek a kitüntetések, pláne itt a, elnézést kérek, a távol-keleti régiójában, az országban, itt az emberek is kapják. Mint amikor megállít a nagybetűs néző a piacon, vagy nem is tudom már hol, és azt mondja, tudja, Fruzsina, ezt nem csak maga kapta, egy kicsit mi is kaptuk. Tehát én így tudom értelmezni ezt a kitüntetést, mert egyébként statisztikát készítettem, és amióta itt vagyok Nyíregyházán, azóta kaptam kitüntetéseket. Tehát nyilvánvaló, hogy Nyíregyházának és az egész megyének köszönöm, mert a velük való kapcsolatomból, a velük való együttműködésből és munkából született ez a kitüntetés. Én ezt nem egyszer fogalmaztam meg, hogy nekem el kellett jönni Budapestről ahhoz, hogy azt a kikerülhetetlen faktorját vagy összetevőjét, ami dolgunknak, nem mondom munkánknak, ami ügyünknek, dolgunknak, a közönséget felfedezzem. Én Pesten szüleimnek játszottam, a barátaimnak, az újságíróknak, a szakmának. Soha nem tudhatom, hogy aznap este kik ülnek be, hogy milyen műveltségű vagy milyen kultúrájú emberek. Soha nem firtatom, hogy kik ülnek bent. Ugyanúgy kell játszani? Ugyanúgy. Nem teszek kivételt. Kíváncsi ember vagyok, és amikor néha azt érzem, hogy szétfeszít az energia, és hogyha nincs elég, nem használom eléggé ki magamat a színházi feladatok keretén belül, akkor keresek másik dimenziót, vagy más területet, ahol ezeket kiadhatom magamból. Volt egy időszak, amikor nem terhelt annyira meg a színház feladatokkal, akkor szereztem még egy diplomát. Tehát ilyenkor az ember, tehát én ilyen vagyok, és még mindig vannak álmaim és elképzeléseim, hogy még hogyan képzem magam, mert ezt minden növendékemnek is, és minden fiatalnak ezt tudom továbbadni, hogy amíg élünk, tanuljunk, és legyünk kíváncsiak egyrészt saját magunkra és a világra. Mert annyi minden, ahogy Ady Endre mondja, hogy bennünk nagyságos erők várnak, hogy életre ébredjenek. Tehát ott vannak az erők, csak fel kell őket fedezni. Volt egy Bodnár Sándor nevű csodálatos ember, aki a Nemzeti Színház stúdióját alapította, amikor Madách Imre Mózesét rendeztem meg Sinkovics Imrével, Marton Endre a Nemzetiben, és tulajdonképpen akkor alakult meg a Nemzeti Stúdió, és Bodnár Sándor volt a vezetője. Ő volt a mesterem. De említhetem Simon Zoltánt, aki a Nemzeti Színház zenei vezetője volt, és egy csodálatos szakember volt, és tőle is nagyon sokat tanultam. Drága osztályfőnöknöm Zsuffa Zoltánné, aki 8 évig volt a magyar tanárnőm és osztályfőnököm, és aki kitartóan hitt bennem. És a szüleim nagyon féltettek, és nem akarták aláírni a továbbtanulási papírt, és Zsóka néni könyörgött nekik, hogy adjanak nekem lehetőséget.
nagyon megváltozott a világ, és ettől, hogy annyi minden felpörgött, attól annyi minden sekélyesebbé is vált. Tehát maga az elmélyülés alig jöhet létre, hogyha pörög valami, mert nincs rá idő. Én nagyon remélem, hogy egyszer nem akarok visszamenni a kőbaltához, de azt veszem észre, már sok fiatal pályatársam, vagy pályatárs jelöltömön, hogy ők is szűkölnek. Ők sem érzik jól magukat a bőrükben. Őket is természetesen elkapja ez az információ kavargás, és elkezdi őket folytogatni, mert aki művész, az el szeretne mélyülni. És függetlenül attól, hogy valaki színész, vagy festő, vagy táncművész. A művész koncentrálni szeretne. És abban a pillanatban, amikor zuhannak rá külföldről, fölülről, alulról, Facebook, jönnek az információk, akkor azt a fajta elmélyült, meditatív állapotot nem tudja létrehozni. Egy korábban adott interjújában azt mesélte el művésznő, hogy tulajdonképpen minisztránsként olvasott fel verseket még gyermekkorában, és ugye ebben az interjúban elhangzik az is, hogy az édesapja gulágon, mint politikai fogoly töltött el elég hosszú időt. Mennyire hat ki az egész pályájára és hitvallására? Van egy nép a csodálatos kultúrájával, és van egy borzalmas ideológia. Tehát apám ezt nagyon-nagyon kicsi korunk óta ketté választotta nekünk. Meg is fogalmazta, hogyha különben nem ismerte volna meg Dosztojevszkit, meg Csajkovszkit, meg Gogolt. Tehát apámnak ezt köszönhetem, ezt a fajta józan objektivitást és a dolgokat, hogy ne mossuk össze. Ami nem tartozik össze, az nem tartozik össze. Ezt köszönhetem neki, és leginkább a hitre nevelést. Ugye így álljak hozzá a dolgokhoz. Hamarosan itt a húsvét, nincs mese, fel kell nézni az égre, és lesz feltámadás. A tavaszias időben túrázni vágyók számára új lehetőségeket kínálnak megyénk turisztikai szakemberei. Az egyre gyarapodó kerékpáros útvonalok mellett a Középkori Templomok Útja Egyesület áprilistól októberig szakvezetőket és túravezetőket is biztosít az érdeklődők számára. A Turinform irodák pedig új ingyenes kiadványokkal várják a látogatókat. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk, tartja a mondás, amit Simone Weil írónőnek tulajdonítanak. Az idézett bölcsesség különösen igaz lehet azokra a belföldi turisztikai célpontokra, amelyek mellett képesek vagyunk leélni egy egész életet anélkül, hogy észrevennénk vagy mélyebben megismernénk. A Templomok Útja Egyesület és a megye turisztikai szakemberei arra hívták fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történelmi öröksége az Alföldön egyedülálló gazdagsággal várja azokat, akik felfedező útra indulnak. Ráadásul az egyre kiterjedtebb kerékpárút hálózatnak köszönhetően egyre több helyszín közelíthető meg két keréken is. 2009-ben indul el a Középkori Templomok útjának a kialakítása. Hát ez egy tematikus útvonal volt, ami lényegében a Felső-Tisza-vidéknek a fontosabb középkori műemlékeit fogta össze. És meg kell, hogy mondjam, hogy szenzációs szakembereket sodort össze ez a program. És hát ezek a szakemberek voltak azok, akik hát hosszú éveken keresztül dolgoztak együtt örökség védelmi és örökség turisztikai témában, és 2016-ban megalapították a Középkori Templomok Útja Egyesületet. Maga az egyesület kezdetben azzal a céllal jött létre, hogy a Középkori Templomok Útja üzemeltetését segítse. Az utóbbi években azonban a kerékpártúrák, illetve az örökségturizmusnak egy oszlopos tagja lett a Felső-Tisza-vidéken, és hát ezáltal az aktív turizmusba is nyakig belekeveredtünk. Célunk ugyanaz, mint a Középkori Templomok Útjának, hogy a Felső-Tisza-vidéknek a kiemelt örökség helyszíneit bemutassuk az érdeklődők számára. Aki
megvizsgálja, hogy az Alföldön hol koncentrálódnak a középkori templomok, akkor azt lehet mondani, hogy egyedül itt ebben a régióban maradtak meg nagyobb számba. A jellemző kép inkább az, ami a hajdúságban található, hogy rengeteg puszta templom, romb templom, tehát alapvetően az azzal van összefüggésben, hogy a török előre nyomulásával az Alföld kiüresedik, elmenekülnek az emberek, a települések ott maradnak. De ezen túlmenően a reformációnak is nagyon fontos szerepe volt ebben, hiszen egészen második József türelmi rendeletéig a protestáns közösségek nem építhettek templomokat, ezek kénytelenek voltak használni az elődeiknek a templomát, és így konzerválódott ez a középkori örökség, és tekintve, hogy ez a Felső-Tisza-vidék egy tömb református területről van szó, és a nyírség nagy részére is ezt lehet mondani, itt nagyon-nagyon sok középkori műemlék maradt fent. Ezek a templomok alapvetően nem csak attól izgalmasak, hogy templomok, és valamilyen spirituális élet zajlik bennük, hanem attól, hogy első osztályú műemlékekről beszélünk. Tehát az ódonságuk, a régiségük önmagában figyelemre méltónak predesztinálja őket, de az a rengeteg freskó, a rengeteg elsőben 18. századból fennmaradt karzatok, szószékek, kazettás mennyezetek, 17. században készült reformációs ornamentális motívumok, ezek hihetetlen látványossá teszik ezeket a templomokat. Tehát nagyon sokszor, amikor túrát vezetünk, tapasztaljuk, hogy egy nem vallásos ember számára is hihetetlen élményt ad az a művészi kvalitás, az a érzékenység, hogy hozzányúltak ezekhez a templomokhoz. Kevesen tudják, de 6 olyan templom van a Felső-Tisza-vidéken, amelynek a faharanglában rajta szerepel a világörökségi várományos listán, tehát ezt nem önmagában mi gondoljuk úgy, hogy jelentőségek, hanem a világ egyik legnagyobb szervezetének is, a örökségvédelmi szervezetének is a várományos listán szerepel. Az Európai Bizottság, ha jól tudom, az egyik legígéretesebb turisztikai célpontnak szavazta meg ezt a régiót. Beváltotta ez a hozzáfűzött reményeket? Hogyan látszódik ez a turisztikai számukon? 2016 egy nagyon nagy fordulópont volt szerintem a Felső-Tisza-vidék és nyírség életében. Mindannyian tudjuk, hogy ez a terület sose tartozott a turisztikai legfrekventált gócpontok közé. 16-ban kiemelt turisztikai térségé nyilvánították a Felső-Tisza-vidéket, nyírséget Tokaj-hegy aljával együtt, tehát ez a három területet egy turisztikai nagy desztinációként kezelték. És 2017-ben kapta meg ezt az úgynevezett Éden-díjat, amit ez az Európai Bizottság által kezdeményezett kampányról szól, ahol a legígéretesebb, legautentikusabb kínálatú desztinációkat keresik. Magyarországon 10-15 éve zajlottak ezek az Éden pályázatok, aminek mindig más volt a tematikájának a középpontjába. És hát emlékszem, akkor a döntőben 30 szervezet jelentkezett, tehát nagyon, nagyon jelentős szereplők, nagyon jelentős desztinációk, térségek indultak ezen a versenyen, és a döntőben Székesfehérvárral, Veszprémmel, Gyulával és Péccsel a Felső-Tisza-vidék keveredett bele, tehát a sorrend is jelképező, hogy nagyon izgalmas és szoros versenyről volt szó, és hát óriási öröm volt, amikor a Felső-Tisza-vidék került ki győztesen ebből a versenyből. Két területen vagyunk kimagasló, akin azt gondolom egyediségben mindenféleképpen. Az egyik az örökségturizmus, pontosan ezek a kulturális örökségértékek nagyon jelentősek, a másik pedig az aktív turizmus. A vízitúra az közismert, és a kerékpártúrák az elmúlt években nagyon dinamikusan fejlődnek, és a számok is igazolják ezeket. Nyilván Covid időszak miatt nehéz most valamiféle exponenciális növekedést igazolni, de a helyzet az az, hogy tehát érzékeljük az érdeklődés folyamatos növekedését, akár a saját túráinkon, akár teljesen olyan emberek, akik nem is gondolták volna, hogy itt ennyire értékes dolgok vannak. Tulajdonképpen az ország leghosszabb egybefüggő kerékpárútvonala az itt található. Ez hogyan alakult ki? Minek köszönhető? Az árvízvédelmi töltések kulcs szerepet játszanak ebbe. Tehát ez olyan fegyvertény szerintem a térség életében, amit nem tud jelenleg reprodukálni túl sok térség. Nyilván itt a Kárpátokban lezúduló árvizek hatására vált ennek a megépítése szükségessé. Máshol is vannak gátak, máshol is védekeznek a vizek ellen a Duna vagy a Tisza mentén, vagy bármelyik folyó mentén, de az, hogy aszfaltozzák a gátakat, ez a ritka jelenség. Ez nyilván abból adódik, hogy stabilizálni szeretnék a töltéskoronákat. Ez 250 kilométert jelent csak az aszfaltozott gátszakaszok tekintetében, és ehhez jönnek még hozzá a különböző külterületi kerékpárutak. Ebben az egyik legnagyobb szakasz az a Debrecen és kvázi Csenger között, tehát Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka Csenger között most egy szinte egybefüggő útvonal van, illetve a Nyíregyháza-Tokaj, ami szintén egy óriási hálózati elem, és a Nyíregyháza-Nyírbátor közötti területen is már sok olyan szakasz van, ahol megépültek a szükséges infrastruktúrák. Hát így jönnek ki ezek a nagyon-nagyon nagy számok, és ami nagyon fontos, hogy
ezeket most már jelzett, tehát táblával végig navigálható, követhető 350 vagy 300 navigációs tábla segíti az emberek tájékozódását. És ha jól tudom, akkor nem csak ilyen eszközök segítik a túrázókat, de ilyen szakavatott kísérők, túravezetők is hát rendelhetők. Hogyan tudnak jelentkezni azok, akiket érdekelne egy ilyen túrán való részvétel? Ez egy nagyon érdekes lépcsősorozat volt. Először kialakultak ugye ezek a túraútvonalak, és azt nagyon éreztük, hogy ez önmagában nem lesz elegendő, és nagyon fontosak a vezetett túrák. És azon túl, hogy valaki csatlakozik egy ilyen általunk hirdetett, mondjuk vezetett túra, ez nyilván van, aki saját maguknak szeretnék bejárni ezeket a lehetőségeket. Ehhez készültek a különböző kiadványok, webes fejlesztések, de igen, lehet túravezetőket igényelni akár a mi egyesületünknél. Jelenleg 20 túravezetővel dolgozunk, tehát jelentős számban egyébként, és jelentős humán erőforrás van már ebben a régióban, akik hadrafoghatóak ezekben a kérdésekben, úgyhogy ha van esetleg ilyen egyedi igény, hogy egy baráti társaság vagy több család össze szeretne fogni, akkor keres bennünket, ki tudunk közvetíteni túravezetőket, szakvezetőket. Különleges csöpség született ismét a Nyíregyházi Állatparkban. Még februárban egy mismi takin bikaborjú látta meg a napvilágot Sóston. A jövevény érkezése azért is fontos, mert a takinok a veszélyeztetett állatfajok közé tartoznak, és az állatkertek többségében nem is látható ez a ritka faj. Ezzel búcsúzom önöktől, kellemes hétvégét kívánok valamennyiüknek, viszontlátásra! A Nyíregyházi Állatpark legifjabb tagja érkezik éppen. Az egy hónapos mismi takin bikaborjú most csak anyatejjel táplálkozik, és olyannyira felerősödött, hogy csatlakozott a vele együtt 6 tagú csapathoz. Így a látogatók is szemügyre vehetik az apróságot. Az ömök állatoknak 4 alfaja él a világon. A mismi takin az élőhelye közelében fekvő ázsiai hegyről kapta a nevét. Első ránézésre bölényre vagy szarvasmarhára hasonlítanak, legközelebbi rokonaik azonban a juhok és a kecskék. A takinok veszélyeztetett állatfajnak számítanak, a természetben élő egyedszámuk ugyanis folyamatosan csökken, és az állatkertek többségében nem is látható ez a különleges faj. Nagyon fontos, hogy szaporítsuk őket, mert a természetben megritkult az állományuk, egyrészt élőhelyük csökkenése miatt, másrészt az orvadászat miatt. Az elmúlt 30 évben 25%-kal csökkent az állomány, ezért az Európai Állatkertek Szövetsége fajkoordinált program segítségével segíti a fajt fennmaradni. A mi állataink egyébként 2009-ben, illetve 2014-ben jöttek a tenyészegyedek, német, illetve francia állatkertből, és annyira szerelmesek, hogy minden évben van takin szaporulatunk. A kenguruk zsebe is megtelt. Az apróságok a szakember szerint 2-3 hónaposak lehetnek. Pontos születési dátumot ugyanis náluk csak satszolni lehet, hiszen újszülöttként nem csak aprók, de áttetszők is. A csöpségeken kívül új lakói is vannak az állatparknak. A közelmúltban érkezett zebracápák eddig karanténban éltek. Most azonban ebben a 150 köbméteres tengervizes akváriumban lubickolnak a szirti cápákkal társbérletben. Az ő érkeztükkel most már 7 cápafajjal lehet itt megismerkedni az állatparkban. Ő igazi különleges a zebracápa, hiszen alapvetően egy talajlakó cápafajról van szó, és zebracsíkos a mintázata az egyedeknek. Heringet, makrélát, tintahalat fogyasztanak, és egy kis kulisszatitkot is elárulok, tréningezik őket a gondozók, tehát a különféle területekhez kézjel segítségével oda mennek az állatok. A tavasznak láthatóan a Nyíregyházi Állatpark valamennyi lakója örül. Az érzékenyebb fajok eddig úgynevezett futkoson voltak, vagyis ők dönthették el, hogy a kinti vagy a belső térben tartózkodnak. A jó idő beköszöntével azonban már a kifutókban is megfigyelhetők az állatok.